Hello! Üdvözöl benneteket legújabb adásával az Anime Japan Critics. Mint tudjátok, hosszú idő után köszönünk újra be, és ilyen módon egy rövid történetet választottunk a mai alapanyagnak. Ez pedig nem más, mint a Crossroad, avagy bővebb címével a ZK Teacher Crossroad. Eme történetünk valójában egy 2014 februárjában megjelentetett 2,5 perces gyönyörű kis dráma, illetve slice of life, valamint romantikus műfajú kis történet, amely sem manga, sem pedig további anime adaptációval nem rendelkezik. Eme történet viszont ennek ellenére hatalmas népszerűségnek örvendett még 2014-ben, annyira, hogy többek egyébként követelték mind nagy film, mind pedig sorozat készítését, amit végül egyébként sem a comics, sem pedig a webfilms egyébként nem támogat, illetve nem váltott valóra. Ilyen módon tehát ez a történet úgymond befejezetlen maradt, de ennek ellenére is egy kis mesteralkotást láthatunk. A történet középpontjában kevés szereplő áll. Ennek okán összességében tehát 3 szereplővel találkozhatunk, nevezetesen egy középiskolás lánykával, Mihóval, illetve egy szintúgy vele egykorú középiskolás fiúval, Sótával, valamint egy tanárral, nevezékeinek. Történetünk főszerepében elsősorban a két fiatal áll. Miho egy kis gyönyörű, aranyos, mégis kicsit szellemes kislány, aki vidéki lányként éli a napjait, illetve próbál felvételezni egy komoly egyetemre. Ilyen módon megpróbál elszakadni a családi gyökerektől, és próbálja a saját maga életútját megtalálni, illetve élet célját. Még Sota egy kisvárosi fiú, pontosítok, egy nagyvárosi fiú, aki mindamellett, hogy tanul munkát, tehát munkát is vállal, és így munka mellett próbál meg felvételezni, úgymond egy szintúgy komoly tokiói egyetemre. A fiatalok végül egy egyetemet választanak, elmennek a vizsgára sok küzdelem, hányattatás mellett, és próbálnak egy új jövőt megnyitni. Mindketten sikeresen felvételiznek, és mindazáltal még a tanár révén is megtudhatjuk, hogy a két fiatal nagyon sokban hasonlít egymásra, mind döntéseik, mind hibáik alapján, és szó szerint szinte egymásnak lettek teremtetve. Úgymond tehát ez a kis történet egy megnyitott romantikus történeti lehetőség, amely, mint mondtam, sajnos nem kapott további adaptációkat, illetve további lehetőségeket. Viszont ennek ellenére is egy nagyon szép, hangulatos történettel találkozunk, amelyben számtalan utalás van egyébként a sorsa, elsősorban egyébként Mihóra nézve is, hiszen Mihó egy szemüveges lány, és mind a mellett, mind karkötője, mind szemüvege, mind pedig táskája is elsősorban, amit magába szokott cipelni, vörös színű. Tehát a vörös sorsfonala, tehát a piros sorsfonala követi nyomon őket. Én mondom, tehát a két fiatal sejthető, hogy találkozni fog egymással, és hogy közös jövő elét néznek. De hogy mi ez a közös jövő és hogy hogyan is fog végződni, azt végül is az alkotók egyébként nyitott könyvként hagyták meg a számunkra, úgymond, hogy a képzeletünk próbálja meg ezt egyébként megvalósítani. És ez az alkotó nem más egyébként Makoto Shinkai, aki, mint tudnélik, az egyik legnagyobb ebben a műfajban. Míg a zenéért elsősorban Yanagi Nagi felel, aki napjunk egyik legtehetségesebb énekesnője Japánban, illetve saját dalszerzője, hiszen saját magának készíti elsősorban a dalokat. Úgyhogy egy rendkívül érdekes kis történetet tudnék nektek ajánlani a Crossroad személyében, amelyet remélem hamarosan megtekintetek. Addig is, jó szórakozást kívánok hozzá!